Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok. 1956 céljai nem voltak mások, mint az 1848-as forradalomé, és amely célok ma is érvényesek, mondta ünnepi beszédében Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A politikus összefoglalta a forradalom magyarországi és bonyhádi eseményeit és veszteségeit is. A forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának emlékére a Vörös Marti művelődéséhez előterében nyílt kiállítás fogadta az ünneplőket. A posztamenseken az események bonyhádi vonatkozású dokumentumaiból nyerhettek betekintést az érdeklődők. Az ünnepi beszédet idén Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője mondta, aki személyes családi érintettségéről is szót ejtett a megemlékezés kapcsán. És az évekig húzódó megtorlások, valamint a terror nehezen elviselhető fájdalmat jelentett nemzetünk számára. Kevés család maradt érintetlen, az én nagyapámat is, aki a Nemzeti Tanács tagja volt, börtönre ítélték. Vele együtt 24 bonyhádi állt bíróság elé a forradalomban való tevőleges részvétele miatt. Azokat is az áldozatok közt kell számolnunk, akiknek menekülniük kellett, vagy akiknek a helyzete kilátástalan lett itthon. 200 ezeren menekültek nyugatra, fiatalok, értelmes, szorgalmas emberek, akik azóta is hiányoznak a hazának. Potápi Árpád János arra is kitért, hogy a magyar forradalmaknak voltak azok bármely korban, céljai nem sokban tértek el egymástól, s amely célok ma is érvényesek. Ezekben a napokban, ezen a hétvégén, itt Magyarországon, a Kárpát-medence országaiban, a diaszpóra magyarságában mindenütt 56 hőseire emlékezünk, azokra a fiatalokra, akik halált megvető bátorsággal mentek neki a tankoknak, kezdtek egy szabadságharcot, egy forradalmat, egy világhatalom ellen, és nem törődtek a következményekkel. Akkor is ugyanaz volt a cél, ugyanaz volt a követelés, mint 1848-ban. Haladás, függetlenség és Magyarországnak a polgári átalakulása. Ma sem lehet számunkra más a jövőnek a kérdése. Ugyanezekért a célokért, békés eszközökkel nap mint nap dolgozva teszünk és küzdünk. A nemzetpolitikai államtitkár Maréter Pálnak a forradalom egyik vértanújának gondolatával is emlékezett. A magyarság nyugalmat, függetlenséget és szabadságot akart, és erre a hatalmak fegyverrel válaszoltak. A forradalom minden szervezkedés nélkül indult el, ezért érthetjük úgy, hogy a magyar néplélek megnyilvánulásának a pillanata is volt. Aki megismeri 56-ot, megismeri a magyarságot is. 1956 hősei függetlenségért, demokráciáért és emberségért harcoltak a forradalomban és a szabadságharcban. Amikor ma meg akarjuk védeni a felkelés becsületét, akkor önmérsékletre, határozott kiállásra és az igazságtalanok elítélésére van szükség. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjainak műsora színesítette a forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának megemlékezését. Október 23-a tiszteletére minden esztendőben átadják a Boros Dezső díjat, mellyel a kiváló pedagógiai munkát ismeri el a város vezetése. Idén Seidler Géza, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium testnevelője, a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai igazgatója vehette át Filóni Ferenc Ibolya polgármestertől az elismerést. Emlékszem, 1985 volt, amikor először megjelentem a Bonyhádi Gimnáziumban úgynevezett atlétika edzésen. Persze akkor még 10 éves fiatal gyerekként, ez inkább egy ilyen kaland volt az osztálytársakkal, hogy itt a nagyobb között el lehettünk, messze nem gondoltam még arról, hogy én atléta leszek, de ott nagyjából a sportági kötődésem eldőlt.
Azt követően Csábrák János tanár úr tanítványaként nagyon sokáig az akkori 2. számú általános iskolában végeztem atlétikai munkát. Én amúgy a Vörös Marti iskolában jártam. És a továbbtanulás egyértelmű volt, hogy a Bonyhádi gimnáziumban szeretném folytatni, és itt Ónodi tanár úr vezetésével tovább ment ez az atlétikai pályafutás, és akkor másodikos, most jelenleg 10-esnek mondjuk voltam, amikor kacsingattam a mérnöki pálya felé, de engem nagyon érdekelt a hajózás, a hajómérnöki, tehát abban az időben pont ez a terület volt az, ami visszaépült, és az egyetemmel fölvéve a kapcsolatot jelezték is, hogy hát itt most nem fog indulni ilyen képzés egy ideig. Úgyhogy akkor arról letettem, és utána leültünk Ónodi tanárúrral, és én akkor eldöntöttem, hogy testnevelő leszek. Az egyetemi évek kimozdítottak innen az Alma Mater környezetéből, de amikor végeztem és azon gondolkodtam, hogyan tovább, akkor egyre inkább ide-vissza találtam. Eleinte nem volt állás lehetőség itt Bonyhádon, és akkor hát a tanár úr segítségével Pakson kezdtem el én testnevelni. Nagyon szép másfél év volt, de utána jött egy lehetőség, hogy van itt testnevelői állás Bonyhádon, és az Alma Mater visszarántott saját magába. A kettősség ugye a testnevelő edzőségben, vagy testnevelés órán ugye minden gyermekkel találkozunk, egészen más a küldetés a testnevelés órának, mint az edzői munkának, de szerintem egy nagyon szép ötvözete ennek a szakmának, amikor mind a kettőt össze tudja fogni az ember. És tulajdonképpen a testnevelői tevékenység ilyen szempontból már nagyon szépen belesimult az edzői munkába. Tulajdonképpen én nem is tudtam már végén szétválasztani igazán, de nem volt ebből semmi ellenmondás a hétköznapoknak. Amikor felkértek engem a Magyar Atlétikus Szövetség sportszakmai igazgatói tisztségére, akkor tudták, hogy egy testnevelő edzőről van szó. Pontosan ismerték a Bonyhádi Gimnáziumnak az úttörő szerepét szerintem annak a modell megteremtéséből, tanulás és akár nemzetközi szintű sport a korosztályban. És biztos vagyok benne, hogy ennek nagy szerepe volt, hogy most ebben a funkcióban ezt tudom hozni magammal. Az ember a saját közegével elismeri, az a legnagyobb elismerés. Nagyon sok díjat kaphatunk különböző fórumokon, de amikor a legközelebb állunk, a hozzá legközelebb állunk, és most azt mondom, hogy a város és a városban élők ezáltal kifejezik elismerésüket, én úgy gondolom, hogy ez a legmagasabb pontra kell kerüljön a új játszótéri eszközök beszerzéséről döntött Bonyhád város képviselőtestülete. A beszerzése a döntés értelmében még idén sor kerül. Emellett meghatározta a testület azokat a paramétereket, melynek mentén kiírja egy lőtér üzemeltetésének pályázatát. Nem voltak nagy horderejű kérdések a döntéshozók előtt a Soros önkormányzati ülésen. Arról azonban döntés született, hogy a jövő esztendőben számos játszótérre új eszközöket helyez majd ki az önkormányzat. Ezt megelőzően még az idén ezek megvásárlására is sor kerül. Szeretnénk a város területén olyan közterületre is játszóteret építeni, ahol még nincsen, hiszen több városrészből is áll településünk. Például említettem a Majosi települést, ezt, ahol már régóta tervezünk egy olyan játszóteret, ami az ottani gyerekek igényeit kielégíti, de most konkrét helyszínt és méreteket nem terveztünk. A gondolkodás egyszerűen mindösszesen annyiból állt, hogy a város köszönöm szépen anyagilag most jól áll, jelentős megtakarításaink vannak így évvégére, a tartalék keret terhére biztosítani tudjuk azt a forrást, amiből még az idei évben, idei árakon be lehet szerezni olyan játszótéri elemeket, amelyeket a jövő tavasszal ki lehet helyezni a város több területére, akár a városban található játszótereknek a felújítására, hiszen azokat is folyamatosan ellenőrizzük, felújításukra szorulnak. Elemcserékről van szó, illetve akár új játszótérnek a kialakításáról.
A képviselőtestület arról is döntött, bérbeadja a lőteret. A bizottságoknak a pályáztatási rendszerre vonatkozóan eltérőek voltak az elképzelései. Nyilván különböző szempontokat is figyelembe kell venni, és azt súlyszámokkal lehet egy bírálatkör gyakorlatilag figyelembe venni, hogy mi az, ami nagyobb súllyal esik latba. Ilyen bírálati szempont egy esetleges döntésnél a bérleti díj, a fejlesztéseknek a mértéke, illetve az, hogy milyen események, milyen sportesemények valósulnak meg majd azon a területen. A testület úgy határozott, a legnagyobb arányban a fejlesztési elképzelések nyomnak majd a latba, és legkevésbé a sportrendezvények értéke jelenik majd meg a pályázati kiírásban, mely 2022. januárjában jelenik majd meg, és amelynek minden részletét elolvashatják majd a város honlapján. Minden esztendőben kötelező belső ellenőrzési vizsgálatot tartani, melynek célja, hogy az önkormányzatnak rendelkezésére álló forrásait hatékonyan használja-e fel. A testület meghatározta azokat a területeket, melyekre a jövő évi vizsgálat kiterjed. Általában a jegyzők úgy választják ki, illetve a vezetők úgy választják ki ezeket a területeket, ahol a legtöbb problémát érzékelik. A Bonyhádváros önkormányzatát és a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalt érinti a közérdeki adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségek betartása. A Bonyhádi Sportcentrumot és a város önkormányzatát érinti a bérbeadás jogszerűsége, és a gondozási központ területét érinti a gondozati pénzkezelés. Ezt a három területet jelölte meg az önkormányzat most. A jövő esztendőben tehát ezekre a területekre kiterjedően végez majd belső ellenőrzést Bonyhád önkormányzata. Minden szentek napja a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus világ november 1-én tart. A következő percekben Aradi András evangélikus esperes osztja meg a nappal kapcsolatos gondolatait. És november hónap az egyetemes kereszténység számára az egyházi esztendőnek a befejezését jelenti, és ilyenkor mindig nem csak az adott életre, itt a földi életre tekintünk, hanem előre tekintünk. Így született meg a katolikus egyházban a Minden Szentek ünnepe, illetve november 2-a pedig a halottak napja. Nálunk protestáns egyházban azonban nem csak erre figyelünk, hiszen október 31-e a reformáció ünnepe is, tehát számunkra ez egy ilyen kettős ünnepet jelent. Az örök élet vasárnapja talán nálunk még inkább kidomborítja azt, hogy mi úgy tekintünk előre, mint akiknek reménységük van. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott második levelében, a harmadik fejezet 5. versében olvasunk arról, az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Mind a kettő nagyon fontos. Az Isten szeretetét úgy tudjuk megtapasztalni, hogyha ebben a földi életben van reménységünk. Az életet úgy tudjuk tekinteni, úgy tudjuk megélni, mint akik valóban bízunk és hiszünk abban, hogy érdemes és értelmes mindaz, amit cselekszünk, mindaz, amit szólunk. Minden szentek ünnepe halottak napja, amikor kimegyünk a temetőben, meggyújtunk egy gyertyát, megállunk szeretteink sírjánál, az tulajdonképpen ezt a reménységet fejezi ki, hiszen nem csupán emlékezünk, hanem abban a hitben állunk meg ezeknél az emlékhelyeknél, hogy szeretnénk újra találkozni az Isten szín előtt, a bennünket végtelenül szerető Isten szín előtt. A reformációban tulajdonképpen
az egykori szerzetes Luther Márton ezt ismerte fel, illetve azt a hatalmas szabadságot, amelyet maga Isten ajándékoz nekünk. És ez a szabadság pontosan az első parancsolatból indul, illetve a 10 parancsolat bevezetéséből, hiszen azt mondja Isten, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból a szolgaság házából. Sem ember, sem emberi szervezetek nem lehetnek felettünk, és nem irányíthatnak bennünket, maga Krisztus az, aki akar irányítani minket. Éppen ezért maga Luther is úgy gondolta, hogy fontos, hogy a Szentírás kézben legyen, hogy a Szentírás szavain keresztül maga Isten szólítson meg és vezessen bennünket. Amikor Pál apostol ezeket a szavakat leírja, akkor nem csak Isten szeretetéről beszél, hanem Krisztus álhatatosságáról is. Ez az álhatatosság az, amire nekünk törekednünk kell. Az az álhatatosság, hogy mi folytonosan keressük, kutatjuk az Isten jelenlétét, az Isten szeretetét, csodáit a magunk életében. És hogyha ezekre rátalálunk, akkor az ember tud annyi muníciót kapni, annyi erőt kapni, hogy itt az életben megálljon a hitben, és valóban a szeretet cselekedeteit végezze. Kettős ünnep számunkra valahol összeér, hiszen egyrészt felszabadít bennünket a hit megélésére, a Krisztus keresésre, a Krisztus vezetésében megélt kereszténységre, másrészt pedig az életnek úgy ad értelmet, hogy amikor halottainkra gondolunk, akkor egy távlatot nyit számunkra. Nagyon különös az, hogy nagyon sokféle gondolat van az elhunytakkal kapcsolatban, különböző felekezetek és különböző tanításokkal gondolnak erre a megélt várakozásra. Hiszen van, aki azt mondja, hogy a lélek halhatatlan, más teológiai álláspont szerint az ember, mint teljes egység hal meg, hiszen a bűn alá van rekesztve test és lélek, és majd egykor a feltámadás napján együtt állunk meg mindannyian a Krisztus ítélő széke előtt, feltámadt testben és lélekben. Azt gondolom, hogy nem ezek a teológiai különbségek azok, amik igazán lényegesek, hiszen sok mindent, bár a Szentírásban Isten kijelent nekünk, de mégis nem tudhatunk. Ezek Isten titkai. Azt gondolom, ami fontos, az az a várakozás, ahogy mi tekintünk előre. Éppen ezért fontos az is, hogy az életben megéljük azt, hogy mulandóak vagyunk. Fontos az, hogy megéljük azt, hogy szeretteink élete egyszer befejeződik. Van, amikor hirtelen, ez nagy szomorúság azok számára, akik itt maradnak, van, amikor hosszú időszakon keresztül készülve arra, hogy elmennek ebből az életből. Fontos az, hogy megéljük, hogy mulandóak vagyunk. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a gyermekeink számára is megtanítsuk ezt. Világban szeretnénk a halál tényét, a mulandóság tényét eltávolítani magunktól, eltávolítani gyermekeinktől is. Pedig, hogyha ott vannak, együtt vannak azzal a szeretett személlyel, aki ebből a világból elmegy, akkor sokkal inkább abban a hitben tudnak meggyökeresedni, és abban a hitben tudnak megerősödni, amelyben vigasztalást is találhatnak,
és másképpen tekintenek az elhunyt szeretet elmenetelére. Ebben a világban jó lenne újra megélni, hogy ne csak egyfajta mulatságon keresztül ünnepeljük, hogyan sokszor más népektől félreértelmezett módon beszivárogsz a mi kultúránkba is halálnak valamiféle ünneplése, hanem inkább úgy éljük meg ezt az egészet, hogy nagyon tudatosan és nagyon nagy reménységgel tekintsünk azok elmenetelére, akik szeretteink voltak, akikkel együtt éltük meg ezt az életet. Éppen ezért ez a fordulópont, október-november hónap fordulópontja, egyrészt azt a felszabadult hitet jelenti, amellyel belekapaszkodhatunk Krisztusba, másrészt pedig azt a várakozást, hogyan megállunk hittel szeretteink sírjánál, és előre tekintve reméljük azt, hogy egykor együtt ünnepelhetünk Isten országában. Tarts formában a szíved, előzd meg a bajt, ezzel a felhívással szervezett programot a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda. A nap folyamán a szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről volt szó. A szív- és érrendszeri betegségek világszerte vezető haláloknak számítanak. Gyakoriságukat tekintve kiemelkedő a szívinfarktus, a stroke, a koszorúérbetegség és a szívelégtelenség. Tarts formában a szíved, előzd meg a bajt, gyógyszerek helyett mozgásra fel. Ezzel a felhívással szervezett a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda egy klub délután a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Az iroda havi rendszerességgel rendez összejöveteleket minden korosztály számára, hiszen nem csak az időseket érintik ezek a betegségek. Mayer Lenke mindig részt vesz ezeken az eseményeken. Azt mondja, fontosnak tartja az egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat. Túrázom, a Bonyhád Bölcségi Turista Egyesületnek vagyok a tagja, és minden kedden megyünk, és minden szombat vagy vasárnap olyan 10-15 kilométereket. Egy rendkívül jó csapat van, nagyon jó, föltöltődünk, úgyhogy utána az ember egy hétig úgy lelkileg egyensúlyban van. Szili Lívia az egészségfejlesztési iroda képviseletében elmondta, hogy ők rendszeresen szerveznek életmódváltó programokat. Jelenleg ugye a szív-érrendszeri betegségnek a megelőzésére szeretnénk felhívni a figyelmet. Ennek egyik része ugye a sport. Az, hogy folyamatosan a keringésünket fejlesszük, tartsuk formában magunkat, tartsuk a szívünket is karban. Ez volt az elsődleges ilyen kis célunk, hogy mégiscsak hívjuk fel a lakosság figyelmét. Így körülbelül egy másfél hónapja tudtunk így elkezdeni tényleg aktívan dolgozni, úgyhogy jöttek így rögtön az ötletek, meg az érdeklődők is újra visszatértük ide a pezsgés, az élet az emberek szívébe is, és nagyon aktívak, tehát nagyon sokan érkeznek, sokan érdeklődnek, és el is indítottunk egy ilyen életmódváltó programot. Egy bonyhádi fitnessteremmel karöltve tűzték ki azt a célt, hogy minél több embert megszólítsanak és ösztönözzék őket a mindennapi testmozgásra, kortól és nemtől függetlenül. A pandémia alatt nagyon sokan leálltak a mindennapi sportolással, felkúsztak plusz kilók, amik a későbbiekben komoly egészségügyi kockázatokkal is járhatnak. Létrehoztuk ezt a programot, és kínálva egy lehetőséget arra, hogy az újrakezdőknek is próbálják ki az ott megtalálható eszközöket, sportokat, egy öt alkalmas bérlettel kedveskedünk. Jelenleg is ehhez kapcsolódóan jöttek a ProFitness-nek a munkatársai, bemutatják a spinning, illetve a Walk Energy gépeket, magát, hogy mit okoz a testben, hogyan hat ez a szívre, a keringési érrendszerre, magát a gépeket hogyan kell használni, milyen jótékony hatásai vannak, és tényleg a fiatalabb korosztálytól az idősebb korosztályig ezek
az eszközök és sportok jók, tehát alkalmazható. Seres Vivien edző elmondta, hogy már több közös és sikeres együttműködésük volt az egészségfejlesztési irodával, és erre a klub délutára is szívesen mondtak igent, mert szívügyüknek tartják, hogy minden korosztály megtalálja azt a mozgásformát, amit örömmel végez. Azt is hozzátette, hogy a fitnesstermek világa nem csak a fiataloké. Az idősebb korosztály számára is vannak olyan mozgásformák, amikkel hosszú távon tehetnek az egészségük megőrzéséért. Ma a mai napon a kardioedzések kapnak hangsúlyt, a Walk Energy és a Spinning, ami benne is van a nevükben, a szív- és kardiovaszkuláris rendszerünk, a szív- és érrendszerünk edzettségét ápolják és fejlesztik, de ez nagyon fontos kiemelni, hogy egy edzett szív, a szívünk a testünk éltető motorja, és ha ő rendben van, akkor az élet minden területén jobban fogunk teljesíteni, és ez lenne az üzenetünk, vigyázzunk a szívünkre. Nagyon sok lehetőség van, és sokszor azt a kifogást hallom, hogy eleve magas a vérnyomásom, hogy jöhetnék el magas púzussal, hogyan edzhetnék. Ezért vagyunk mi egy nagyon felkészült és lelkiismeretes oktatói gárdával dolgozunk együtt, hogy szépen fokozatosan mindenki megtalálja azt. Ez a kulcs szó, hogy fokozatosság, és az, hogy egy közösségi élmény legyen az edzés, hogy arra az egy órára tényleg minden mást le tudjunk tenni, félre tudjunk tenni, és az egészség megőrzés és fejlesztés mellett az a fő szempont, de amellett tényleg egy kikapcsolódás és feltöltődés legyen, és ezt a részét, ezt az örömedzés részét szeretnénk most bemutatni a mai napon. A napi sport beiktatásán túl a megelőzéshez tartozik a dohányzásról való leszokás, és a már meglévő betegségek esetén a teljes életmódváltás is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!